Hatodszor rendezték meg a hétvégén a magyar kosárlabdázás napját, streetball, akrobatikus kosár és kerekes székes kosártornákkal. Az esemény apropóján most arra keresünk válaszokat, hogy hol tart a sportág nálunk, válogatott a klubok utánpótlás helyzetét elemezve, Szalai Ferenc szövetségi elnök elővendünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Vágjunk a közepébe, lát-e még esélyt arra, hogy a férfi válogatott eljusson a világbajnokságra? Hát esély van, természetesen. A hollandokat meg kell verni itthon, és a horvátokat is meg kell verni itthon, és akkor még azért arra figyelni kell, hogy a lengyelek, akik 3 ponttal jobbak, mint mi az összesítésben, de kicsivel hátrébb szerepeljenek, de azt gondolom, hogy ahogy eddig hozzáállt a válogatott, ahogy eddig küzdött és harcolt, megvan a lehetőség arra, hogy tovább jussanak. Ha nem sikerül, de megmarad ez a harcos szellem, akkor azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ez a világbajnoki selejtezőben való szereplés kimondottan jónak mondható. Régen volt már ilyen. Bízhatunk esetleg abban, hogy a horvátokhoz nem mennek majd az NBA-s játékosok? Bízhatunk abban, hogy nem jönnek az NBA-s játékosok, de inkább abban bízhatunk, hogy amit most mondjuk az olaszok ellen, vagy kint a hollandok ellen láttunk, hogy egy nagyon stabil válogatottunk van, aki azt gondolom, hogy igen, jó játékkal tud kirukkolni. Hát kis pech volt itt a végén az olaszok ellen, Keller Ákosnak a vakbélgyulladása nem a legjobbkor jött, mondjuk így. Ez látszott is azon a 6 pontos különbségen. De aki a pályán volt, aki ott a válogatottban ott volt, az mindent megtett, hogy sikerüljen. Ez egy más kategória, hogy az olaszok játsszák ezt a játékot, gyorsabbak, erőszakosabbak, harcosabbak, de a végén mi is fönnöttünk a feladathoz. Úgyhogy az olasz szövetségi kapitány nyilatkozatát érdemes volt nézni, hogy 4-szer kellett megnyerni a mérkőzést, hogy egyszer a végén győztesnek mondhassák magukat, mert a magyar válogatott sosem adta föl, és a végén megvolt a szansz, hogy oda kerüljünk, és hogyha egy picivel több nemzetközi rutinja van egy-egy fiatal játékosunknak, Benke Szilárdnak például, akkor ott a végén meg is van, de megjön ez a rutin, azt gondolom a későbbiekben meg lesz, és akkor az ilyen éles szituációkban mi is győztesebben tudunk kikerülni. Játszunk el egy kicsit a lehetőséggel, hogyha marad valamennyi esély a bejutásra, akkor mit beszéltek erről Hanga Ádámmal, hogyha ott az esély, akkor eljöhetne mégiscsak, mert ugye a selejtezők előtt arról volt szó, és az így is van, hogy nem játszik a VB selejtezőkön. Hanga Ádámnak először is meg kell gyógyulnia, és stabilan egészségesnek kell lenni. Ha ez megvan, akkor utána lehet arról beszélni, hogy hogyan tovább. Nem tudom, bevallom őszintén, hogy én aggódom egy kicsit. Ez a sérülés, ez nem is jókor jött, meg neki különösen nem igazából használt, és hát itt, hogy mennyi idő a teljes rehabilitáció, és mikor tud teljes értékű lenni, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog lesz, hogy ez kiderüljön, meg hát azért, hogy csak a Barcelonában kell, hogy először helytálljon, és hogy ott be tudjon illeszkedni újra a csapatba. Az a megállapodásunk, hogy erről természetesen beszélünk, hogyha oda jutunk, hogyha a VB döntőbe kerülünk, akkor nyilván egy más helyzet. Nézzük az EB kijutásra igazán esélyes női válogatottat. Elég nyerni Albániában? Mert ugye minden eddigi gyakorlat szerint igen, de azért a matek szerint még nem feltétlenül. Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát Albániában elég nyerni, és az látszik a női válogatotton, hogy ennek sikerülnie kell. Komolyan veszik, komolyan készülnek, és hát a női válogatottban azért az is cél, hogy a fiatalok beépítése folyamat megmaradhasson, és a fiataljaink megkapják a lehetőséget arra, hogy a későbbi magyar válogatott, amire még egy nagy magyar válogatott lesz, újra tagjai lehessenek. Tehát azt mondjuk, hogy a nőknél ugye jelenleg a 8 második csapat közül a 4. helyen áll a válogatott, legyünk óvatosak, ne ígyünk előre a medvebőrére? Persze. Tehát majd, ha oda jutunk, akkor legyünk boldogok, de én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon komolyan, azt nekünk kell hibázni ahhoz, hogy ne kerüljünk a további jutó helyre. Elnök úr, ha már elemezzük a felnőtteknél a férfi és a női válogatott helyzetét, akkor fordítsuk ezt át most az utánpótlásra. Itt a lányok sokkal, de sokkal eredményesebbek a fiúknál. Miért? Elég sokat gondolkodunk mostanában ezen, hogy ez hogy van. Egyébként, ha megnézzük a kézilabdát, ott is valami hasonló látszik. De szerintem több oka van. Az egyik, hogy nagyobb a verseny a fiúknál. Jóval több csapat játszik, jóval szélesebb körben zajlanak a vetélkedők a versenyek. A másik, hogy én azt gondolom, hogy a lányok egy kicsit hamarabb érve, tudatosabban állnak hozzá a dolgokhoz. És
hát nem tudom, lehet, hogy az edzőknél is van valami különbség. Ezt akarom kérdezni, hogy a szakmai munka, a kiválasztás, az ott lehetnek gondok, vagy ott lehetnek akkora eltérések, amik indokolnak ilyen különbséget a versenyeztetésben? A női utánpótlásnál van 2-3 meghatározó utánpótlás nevelő klub. A Vasas, a Csata, a Sopron, a Pécs. És hozzájönnek még egyéb helyekről, 1-2 játékosról beszélünk. A fiúknál nem tudom elmondani ugyanezt, hogy lenne meghatározó minőséget hozó stabil munkát végző klub. Az edzők kérdésében lehet, hogy a lányokkal idézőjelben könnyebb elérni az, hogy a lányok azt csinálják, amire éppen szükség van, stabilan, átgondoltan csinálják a dolgaikat, kevésbé improvizatív a lányok játékat, viszont sokkal tudatosabb, sokkal stabilabb tudásuk van. A fiúknál a fegyelmezés, a fegyelem kérdése egy kicsit nehezebben kezelhető dolog. Azt látom, hogy a fizikális különbségek jelentkeznek igen-igen dominánsan a fiú vonalon. Tehát a fiaink, ha magasak is, akkor sincsen tömegük, akkor sincsen igazából olyan izomerő bennük, mint a többi válogatottban. És ami nagyon-nagyon komoly kérdés, de ez azt gondolom nem csak a kosárlabdára vonatkozik, hogy az alapok nincsenek igazából helyretéve az utánpótlásnál. Tehát azok a mozgásformák, amelyeket az iskola különféle szintjein kell tudni megkapni, nem feltétlen kapják meg. Tehát nem tudnak igazán futni, ugrani, dobni, nem elég erősek azok az alapok, amelyek alapvetően minden sporthoz, igen, de minden labdajátékhoz kellenek, akkor ott előbb-utóbb ebbe be kell avatkozni. Szóval ezért nagyon fontos a mindennapos testnevelés kérdése, hogy minden nap a testnevelés óra alatt legyen. Ehhez azonban az is kell, hogy a testnevelők munkája is igazából testnevelés legyen, ne pedig csak olyan ott vagyunk a testnevelés órán. Igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a későbbiekben erre lehessen építeni, mert hogyha ezek az alapok megvannak, akkor könnyebben lehet ráépíteni. De a lányoknál megvannak ezek az alapok. A lányok ugyanezekről a testnevelés órákról jönnek, ugyanezekkel a testnevelőkkel. Úgyhogy valószínűleg igazából ez, hogy stabil klubok és kisebb vetélkedő, és valahogy hogy elhivatottabbak, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyobb az elhatározás a lányokban, hogy ők akkor megmutatják. A fiúk egyébként egészen biztos vagyok benne, hogy ha fizikálisan egy picit előrébb tudnak lépni, vagy szisztematikusabb lesz a fizikai képzés, gyorsan tudnak följelődni. Meg hozunk még valamit itt szóba, mert a fiúknál legközben a 3x3-as kosárlabdában a szerbeket legyőzve EB győztes lett az U18-as válogatott. Lehet, hogy ebben a szakákban erőteljesen kell majd gondolkodni? Tehát itt érdekes az, hogy a többi ország mennyire veszi komolyan a B33-at. Hogy kik azok, akik játszanak az ő válogatottjaikban. A szerbeknek nincs szükségük igazából a B33-as sikerre, nem lebecsülve vele a mi eredményünket. Na jó, csak realistán nézzük. De a szerbek az ötöt elleni kosárlabdában ott vannak Európa elején, a világ elején. Nekünk a B33 egy kitörési pont, tehát nekünk a legjobbjainkat kell játszatni a B33-ban. A B33 felnőtt vonalán olyan játékosokat látunk, akik nem jelennek meg mondjuk a szerb, a nem tudom, horvát, bármelyik más bajnokság elején, hanem ott vannak a közepén, vagy a másodosztályos szinten, és mégis a világ elejére tudnak jönni a B33-ba. Viszont nagyon-nagyon dicséretes, ami most a mostani 18-es gyerekeink eredménye. Akkorát küzdve, harcolva nyerték meg az Európa-bajnokságot Debrecenben, hogy ez tényleg örömteli, és lehet azt mondani, hogy a sok munka meg tudja hozni az eredményet akár az ötöt elleni játékban is. A lányok sikerei apropóján többen már arról beszélnek, hogy újra ott lehet az olimpián a magyar válogatott, annyira erős a 97-es, a 99-es, a 2001-es korosztály, sőt, szakemberek szerint a 2006-osok is nagyon jónak tűnnek. Reális lehet mondjuk egy 2024-es olimpia? Hát a 2024-es olimpián elképzelhető, igen, hogy oda tud jutni a női válogatott, de ha stabilan az Európa-bajnokságokon ott vagyunk folyamatosan, az már egy nagyon komoly eredmény. Ha pedig följebb tudunk lépni a világbajnokságok olimpia szintjére, az öröm. Tényleg az látszik, hogy nagyon sok tehetséges gyerekünk van a lányvonalon, és az európai utánpótlás nevelésben dolgozók mind figyelik most már a magyar szisztémát, mondjuk így, hogy mi mit teszünk igazából azért, hogy a lányaink ilyen eredményesek.
Az az igaz, hogy ha megnézzük, akkor a lányaink eredményességének nagyon-nagyon komoly része az a, az a védekezési tudás, készség, amit tudnak hozni, és nyugodt játékot tudnak játszani. Nem ijednek meg most az ellenféltől. Érdekes volt a világbajnokságon nézni a 18 éveseket a japánok ellen, akik hihetetlen fizikummal ezerrel közlekedve a pályán, úgy gondolták, hogy a végén majd akkor nekik maradt több energiájuk, és nem. És a mieink tudtak a japánok fölé kerülni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés volt, ott nagyon sok minden eldőlt, hogy a negyedik helyet meg tudtuk szerezni a végén. És a végére érve, de a témához kapcsolódva, milyen új szint jelenthet pontosan emiatt a nőknél a csata az egyik nagy utánpótlásbázis benevezés az NB1-be, úgyhogy csak két fiatal amerikai légiósok van, és abban bíznak, hogy bekerülnek a rájátszásba az általuk nevelt magyar fiatalokkal. Ez egy jó irány? Milyen hát, nagyon bízunk benne, hogy meg tudják ezt tenni. Egyébként az MTK-t is ezért, a Beacot is ezért inspiráltuk mindig, hogy maradjon az NB1 legmagasabb szintjén, hogy azt a sok magyar tehetséges fiatalt hölgyet képezzék, még akkor is, hogyha ha kiesés szélén vannak, hogy az utánpótlásnak legyen lehetősége játszani. A csata szerintem egy kicsivel erősebb is, mint az MTK volt, vagy a Beac. De van egy másik kérdés ez ügyben. A női vonalon kötelezővé tettük a fiatal játékosok, a 20 év alatti játékosok játszatását az első fél időben. Ez azt jelenti, hogy az első fél időben kötelezően a pályán kell lenni ennek a korosztálynak, legalább egy tagjának egy csapatban. És azok a gyerekek, akik most az utánpótlás eredményt elérték, azok már mind ebben a rendszerben, megtapasztalva az NB1 legmagasabb szintjét, tudtak utánpótlás eredményt is hozni. Azt hiszem, hogy ez egy követendő példa a fiúknál is, hogy pontosan hogyan lehet megoldani, azt még nem találtuk ki, de a következő évben szűkíteni fogjuk a külföldiek számát, a pályán lévő külföldiek számát, és kötelező tesszük a magyarok játszatását a férfi vonalon is. Hogy ez pontosan az utánpótlásra hogyan lehet majd kivetíteni, ezt még nem tudom most elmondani, de komoly munka folyik ez ügyben a szövetségben, hogy a gyerekeknek adjunk lehetőséget a feláramlásra, de tehetségesnek kell lenni ehhez, jónak kell lenni, mert ha nem jó, akkor nyilván nem fogja senki igazából használni őket a felnőtt csapatokban. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.